Hello, sziasztok, kacsk, üdvözlök mindenkit a Tiger Knight Empire War-ban. Ismételtem, most egy replayt fogunk megnézni. Nem más, mint egy Yuen Meng Lé-ki csatát. Ugye ez egy, hát nem is tudom, ilyen elég sokoldalú kis történet lesz. Az a lényeg, hogy megvárjuk, amíg elkezdődik a cucc. Berak minket a játékba. Aztán kicsit beszélgetünk a csapatokról, hogy ki mit tud és miért. Illetve a pálya összetételről is egy kicsit fogok nektek magyarázni. Hogy ne az legyen, hogy itt kétségbe vagytok este, meg nem tudom, minden ilyesmi. Na, az a lényeg, most egy picit megállítom, hogy nekünk nagyon jó legyen. Ugye ez konkrétan a Yuen Meng Lék. Kell beszélni itt ugye stratégiai pontokról. Az első és legfontosabb, mind a két marsalnál van egy ilyen hegy. Így még lehet jobban néz ki. Ugye ennek a hegynek a két, hát nem tudom én, kinyúló részére ugye az íjászokat gyönyörűen fel lehet rakni. És ugye nagy távolságú ijász sortüzeket nyomni ugye a többi emberkére. Na már most nem tudom, tudunk-e gyorsabban menni. Nem, akkor így szépen lassan így végvonaglunk a pályán. Az a lényeg, ugye középen van egy ilyen erőtszerű cucc, abban van ugye kettő darab katapult, ezt nagyon érdemes ugye elfoglalni, különben szétvernek minket. Illetve a mapnak a két oldalán van kettő ilyen kis tábor, amiket el lehet ugye foglalni. Azt hiszem ez healt ad, és középen van talán a resource pont, de nem vagyok benne biztos. Az a pályának mind a két oldalán van egy-egy katapult, ugye egy nagyon durva magaslati helyen, illetve ez nagyon érdekes, ez az oldalsó rész, hiszen mind a két oldalról van egy-egy ilyen, nem is tudom, minek nevezem ezt, egy ilyen kis, hát stratégiai pont, ugye, hogyha erről az oldalról, mondjuk, hogyha most az ellenség lennénk, ide felmászol, ugye ide berakod az ijászokat ide a kis bokorba, innen ugye rongyát tudod lövetni azokat, akik itt be akarnak jönni, hiszen ide ugye nem lehet feljönni csak a másik oldalról. De már most ez nagyon meg is tud téged szivatni, mert hogyha bekerítenek, ugye bár akkor ijászokkal megrektelnek téged, mint állat, aztán így ennyi. Nagyjából ennyit a mapról. A csapatfelosztást ugye igazából látjuk, csak még ez itt nem jelzi ki. Megpróbálom nektek így megmutogatni madártávlatból. Várjál, mert nem tudok gyorsabban menni. Istenem. Na jó, mindegy, akkor ilyen nagyon szépen lassan oda kúszunk. Na, az a lényeg, itt ugye már kapásból látunk két darab Hastatus egységet. Ami ugye nem rossz. Hát köze arcba ugye nagyon sokáig tudnak rosszalkodni. Illetve itt vannak ezek a... Fú, fogalm is milyen nevük, talán ez a... valami Z betűs infantry, az a lényeg. Ezek pedig ugye a szélorok. A könnyű páncélzatú, nagyon durva elit közelharcos egységek. Illetve itt bent van még egy csapat Hastatus, tehát alsóhangon 3-ról indulunk. Amúgy nem mondom vagyok, hogy elkezdjük a meccset, és felspotoljuk egymást, akkor egyszerűbb lesz nekem itt a hadseregeket így mondogatni, mert eddig nem annyira buli a cucc, hogy így fejből kéne, mert nem ismerem még az összeset így névről, meg ugye kínai, meg japán. Az a lényeg tulajdonképpen, ugye a csapatról annyit kell tudni, hogy egy defenzív játékot fogunk játszani, hiszen megbeszéltük, ugye, hát én is ott közben nagybot vonaglok a cseten, erre nem kell figyelni úgy feltétlenül mindig, de általában úgy hasznos dolgokat írunk. Szóval az a lényeg, a defenzív játék az borzasztóan egyszerű, ugye, hogyha ebbe a gazba mész, vagy nem tudom, nádas, hogy minek nevezzem ezt, ugye itt mész benne, akkor ugye idézőjelben láthatatlan vagy. Az egységeid ugye úgy szintén. Itt ami a leglényegesebb dolog lesz, az az, hogy először is, hogy mindenki egy oldalról támad, a másik meg az, hogy két darab íjászunk van ugye fent a hegyen, köztük ugye én is, és ugye nagy hatótávolságú voli fog majd menni. Igen, ez a Nanzhung Infantry, igen, az ami nem jutott itt hirtelen eszembe. Az a lényeg tehát, hogy a két darab íjásza fogjuk itt rongyá lőni őket. Hudot le is veszem, mert annyira nem érdekel minket. Az a lényeg, itt ugye komoly benyomulások vannak, de mégis érdekel. Ugye kettő darab ellenséges hadvezér, illetve az összes többi szinte. Tehát összesen öten jöttek ide, ugye egy darab pedig megy ugye középre. Ezt még nyilvánvalóan nem láttuk csata közben, ez most ugye csak a replay miatt van, hogy látjuk, hogy ők hova mennek. Tehát annyit kell tudni, hogy az összes emberke feljön ide, akkor ugyebár picit meg lesznek rektelve. Hogyha megnéztek itt, ugye mi már nagyba öljük őket, meg minden hasonló, ugye a sortűz folyamatosan megy, ugye arra nagyon kell vigyázni, mert ugye a lőszer kifogy az ijászoknál is, utána pedig baj van. Itt pedig ugye középen kialakult a gangbang. Na már most ez nem feltétlenül rossz nekünk, ugye mivel nem tudunk tulajdonképpen mellé lőni. Már még egy pillanat türelmet. Jó, igazából semmi nem történt, nézzük tovább.
Szóval az a lényeg, ugye itt felspotoltuk most nagyjából az ellenséges csapatokat, tehát tudjuk ugye, hogy ide összpontosul az összes, ide a középső erőd, illetve itt a mi kis katapultos cuccunk köré. Na már most az annyit jelent, hogy ugyebár rongyá lehet őket lőni, amíg mennek. Ugye, hogyha annyira botorok, hogy látják ugye, hogy mi direkt defenzív játékot játszunk, és mégis közelharcba mennek, ráadásul nem is túl messze ugye a mi kempünktől. Hogyha itt ugyebár elkezdenek közelharcolni, az semmi más nem jelent, csak az, hogy ugye ott megnézed, ott a két darab IS csapat ugye szerte szarrá lövi őket, mert hát miért ne igazából. Ugye a csapattársaknak egyetlen egy feladata van az, hogy például az alabárdosok nagyon alkalmasok rá, az, hogy feltartsák a hasztatuszokat, amíg mi ugye megöljük őket. Na most ugye a kollégot kezelésbe is vette a katapultot egyből. Ez kellemetlen. Mert ugye egy-egy jobb lövés ugye az ijászokat tulajdonképpen ki tudja szedni egy lövésből teljes mértékben. Közben ugye muszáj visszakapcsolgatni, hogy nézzük. Ugye mind a két katapult pontot oldalt tervezik elfoglalni. Ami nagyon jó ötlet tekintettel arra, hogy ugye mi megkapjuk a hatalmas IS supportot. Tehát most tulajdonképpen három darab katapult van az irányításuk alatt, ugye a középső, illetve a két szélső. Ez elég bruti, hiszen hát tulajdonképpen minden oldalról lőnek minket, illetve az IS-okat is célba veszik. Már most egy másik kérdés, hogy tudnak-e célozni a katapulttal. Általában nem feltétlenül, de igazából tök mindegy. Itt ugye a kolléga a hasztatuszokkal próbálja itt feltartani őket, mi pedig láthatjátok, hogy jobb felül az IS-ok ugye már mocskosul sok killt szereznek. Ugye már most 28 katonát öltem meg, például én 29-et ugye IS-okkal. És közben ugye megindult itt a támadás nagyba itt a kempünk ellen. Ugye nagyon jó döntés, ugye itt ilyenkor úgy kell haladni, semmi más titka nincs az egésznek, mint hogy ugye a hegynek ott a szélébe. Na már most ez azért vicces, mert ugye, hogyha mind a két oldalon van egy-egy csapat IS, akkor tudjuk fedezni egymást. Úgyhogy ez ugye nem feltétlenül jön be mindig. Ugye nem sokan én is realizálom, hogy itt vannak ilyen emberek, aztán el kéne kezdeni majd őket lőni. Itt ugye egy csapat hasztatusz, nem feltétlenül túl nagy kihívás. Ugye közelharcba akár még IS-okkal is le tudjuk őket hozni. Szóval igazából elmondhatjuk, hogy semmi extra. Ugye már benn vannak a kempünkben, hál' Istennek nem rám jöttek elsőre. Úgyhogy ez teljesen korrekt. Én ugye amúgy ott vagyok fent, hogyha valakit érdekel. Az a lényeg, hogy a kék kör annyiban különbözik a pirostól, hogy a kék kör ugye az a mi saját katapultunk céloz ide, az nem feltétlenül rossz. Ugye, mint látjátok a defensív gémről, ahogy szó volt, folyamatosan ugye a kempünk körül mozgunk, együtt lehetőleg, hogy ne legyen ebből probléma. Na már most itt kollégát ugye elkapták, ez egy kicsit kellemetlen. Egy baj van itt ugye az IS-okra az, hogy teljesen be vannak szorítva ide a kő szélére, tehát innen nem tudnak hova menni, magyarul muszáj a hasztatuszokat leverniük valahogy közelharcba. Ami ugye már csak azért néz, mert közben ugye az ellenséges hadvezérek is itt nyomják. Bár mondjuk most ugye 3v1 van, hogyha megnéztek. S. Berlin urat egy kicsit megrektelik, finoman fogalmazva, de semmi baj nincs ezzel. Ugye közben én is ott elkezdtem mozogni, ugye és kifogytunk egy élvesszőből. És ugye folyamatosan támadják a kempünket, ugye megérkezett a többi hadvezér is. Ugye vannak még itt számszerű jászaink, meg hasztatuszok, meg minden ilyen finomság. Igen, ez az, ami kicsit kellemetlen lett volna, hogy egy picit feljebb megy. Az nagyon fájt volna. És itt különböző, hát nem is tudom, ilyen mágikus hatalom, hát ilyen Jézusok vannak, érted, így fekszenek a levegőn. Hát most figyelj, na, érted, most nincs abban semmi. Tulajdonképpen 24 perc van hátra a meccsből. És addig elmondhatjuk, hogy nem vagyunk annyira rosszak. Hogyha megnézzük ugye az ellenséges hadvezéreknek a csapatai vagy már mind meghaltak, vagy éppen ugye szaladnak, hogy újra töltsék őket. Mármint ugye van egy olyan campnél, hogy 40x katonát fel lehet venni, ugyebár hogyha meghaltak a sajátjaid. De most, amit ott láttak, ugye az a kis kék cucc, az ugye az X27-26, az most éppen ugye vesszük felfelé a katonákat. És ugye egyszer kifogy. Na már most ugye van a másik verzió, amikor zsoldosokat veszel fel, akkor elvileg tök random, hogy milyen katonát kapsz, mert nyilván nem annyira. Ha talán úgy van, hogy a csatában jelenleg bent lévő egységek közül kapsz egyet random. Hát mit tudom én, 10 darabot például. És akkor ugye azokkal is tudsz mozogni. Most mit tudom, hogyha én IS-okkal vagyok, ugye lehet, hogy kapom mondjuk hasztatuszokat, most teljesen tök mindegy. Na az a lényeg ugye, hogyha látjátok,
az ellenséges hadvezéreknek a mozgását. Ugye mi ezt nem láttuk nyilvánvalóan a csata közben, hiszen ugye nem voltak már ilyenkor felszpotolva. Ugye egy úr még mindig ott van a katapultnál, aki lő. Ugye másik három ugye azon az oldalon, egy középen, illetve egyet már megöltünk. Az ugye annyira nem rossz. És ugye itt megindul az offenzíva, hiszen ugye nyilvánvalóan nem akarunk a végtelenségig ülni. A terv az az volt, hogy beveszünk a középet, megszerezzük a katapultokat, aztán szépen megyünk szélre. Mert miért ne? A katapultos kollégát azt nem igazán vágom, hogy tulajdonképpen mi volt az elképzelés. De hát most figyelj. Igazából legalább próbálkozik, hát az is több, mint a semmi. Igen, ez ne tévessze meg senkit, ugye most, hogy a hadvezérünk támadás alatt van, ez nem azért van, mert benn vannak az emberek, hanem a katapulttal onnan lehet lőni a marsallokat, tehát nagyon jó, ki van ezt találva. Ugye, tehát tulajdonképpen egyszerre három vagy akár, hogy talán még megmerem kockáztatni, hogy mind a négy katapult ellát odáig, szóval, hogyha azt mind a négyet megszerzik, akkor ugye itt nagyon csúnya dolgok történnek, bár mondjuk azt azért illik megoldani, hogyha mondjuk ugye négy ember katapult van, akkor a másik kettőt például, aki támad ugye egy gyalogsággal, meg minden azt azért lehozzuk. Tehát ugye elég gáz, hogyha nem. Itt ugye középen megindult a harc, én mentem neki a katapultos úrnak. Itt láthatjátok, itt nagyba csapkodjuk egymást bő szeretettel, semmi probléma nincs ezzel. Vannak itt ugye ezek a Nashong infantrik, amikkel ugye annyira túl sok probléma nincs, ugye annyi a gáz, hogy van pajzsuk. De tulajdonképpen így ennyi. Itt ugye a kolléga próbálkozik. Aztán én meg itt közben vonaglok, na most ez itt nagyon érdekes, mert tulajdonképpen itt történik most a fő cucc. Oké, ugye sikerült megölni a csávót. Itt közben, ha megnéztek itt a katapultos csávót ugye elkezdték... hát nem tudom, rektelni. Maradjunk ennyibe. Ugye... Nekünk is az volt a tervünk, ugye, hogy nem megyünk mindenfele, tehát hogy most minden oldalra menjen egy valaki, mert annak semmi értelme nincs, mert ugye általában ezeknek mindig az a vége, hogy 2v1-be lehozzák, aztán... Utána meg sír a szája, hogy noob team, hát természetesen ugyebár egy noob team, hát egyértelmű. Ha megnéztek egyébként, nem állunk olyan rosszul, lassan 60 katonát öltünk meg, és már valami 10.000 szkornál járunk. Itt ugye vannak ilyen mozgások. Ugye megindultak a igen, a Sailorok, jól mondtam én azt. Ugye annyi a különbség ezek közt a Sailorok közt, meg a Tier 4-es Sailor közt, hogy azoknak az előbb, hogy Sailor szín white. De egyébként ugyanazt tudják, csak akkor nem ilyen kis nyomorú pálcikával nyomják, hanem ugye rendes nagy karddal. De most itt van ugye kettő darab hadvezér kapásból, aki küzd az életéért. Tulajdonképpen ugye a szélorok nagyon jók hasztatuszok ellen, ugye annyi a hasztatuszok előnye, hogy tudnak charge-olni, illetve van pajzsuk. Na már most ugye kétkezes karddal nem olyan egyszerű pajzsot törni. Ha mondjuk baltájuk lenne, az már pretty kellemetlenebb lenne. Itt ugye közben ott oldalt, hogyha megnézitek, vagy mutatom a térképen, és ott ugye vannak különböző mozgások, ugye egy darab hadvezér menekül, itt van ugye kettő, illetve egy, még ott fent ugye, mint íjász, hogyha jól tudom. Nem, nincs íjászok, akkor egy csak úgy fent van simán, hát figyelj, gyönyörködik a látképbe, hát most mi van abba? Szerintem semmi, itt ugye az egyik csapattársunk menekül, illetve az egyik ellenséges hadvezér megy utána, de közben ugye itt már oldalt. Vannak különböző mozgások, bár még nagyon nem akarunk ugye rambózni, mert annak semmi jó vége nincs általában. Itt ugye elég komoly a túlerő, itt a középet kéne fogni valahogy. Nem igazán realizáltuk az, ennek a történésnek az elején, hogy itt középen elég csúnyán ki fogunk kapni, hogyha nem megyünk oda. Itt ugye a kollégának sikerült egy pár zsoldost felvenni, ugyebár ijászokat. Kushou crossbow meneket, pontosabban. Ugye az egyik csapattársunk célozott a katapulttal, az tök jó. Én ott vonaglok ugyebár íjjal, mert miért ne. Egyébként tudok csinálni ilyet is, csak elfelejtettem. Az a lényeg, hogy középen megy a közart. Ugye ezt a zsoldos, nem is tudom, felvevő pontot, vagy nem tudom, hogy nevezzem, nem igazán kéne elveszíteni, mert nagyon jó cucc. Igen, itt ugye hatalmas vonaglásokat láttok közben. Tulajdonképpen sose láttál még ilyet. Ugye a kolléga nagyon csapkod engem, meg minden ilyesmi, az egy gyönyörű lepattanó volt, semmi probléma nincs ezzel. Hát ezt komolyan mondom, ezt moziba kéne adni, ami itt megy. Oké, okay, az egy megvan, ugye most lett meg a triple kill-em. Amúgy. Itt pedig ugye győzött a szám. Mondhatjuk így.
Mármint nem úgy, nem az a szám, hanem a számbeli fölény, na értsen már, de ne kössé már bele. Tulajdonképpen egy darab hadvezérük maradt az ellenségnek. Egy darab hadvezére maradt az ellenségnek, ez így sokkal értelmesebben hangzott. Megnézzük, ugye a statok eléggé jók. Tehát ugye mindenki kihozza magából a maximumot. Illetve tulajdonképpen a csapatjátékunk az annyiból teljesült ki nagyon faszán, hogy összesen kettő darab embert vesztettünk már, mint hadvezért. És tulajdonképpen 4v1-be ugye a srácok esélye nincsen, hogy lehoz minket. Bár mondjuk, hogyha nagyon, nem tudom... Hát most figyelj, hogyha a Danabolon nevelkedett, akkor simán lehetséges amúgy, hogy lehoz minket. Bár minket azért lenne egy kicsit hihetetlen, mert ugye vannak még számszerű jászaink is például. Amik ugye koncentrált tüzelést adnak éppenséggel. De ez ugye senkit nem érdekel. Na most, hogyha itt megnéztek, itt ugye kapásból kettő darab hadvezérünk van, illetve ugye számszerű jászok a közelharcban tudnak itt rosszalkodni. Illetve... Hát nem tudom, itt van az már három hadvezér is. Én konkrétan nem tudom, hol vagyok. Erre tudom, most jövök. Elmentem ugye arra, mert nem tudtuk, hogy itt van-e vagy a másik oldalom. Az elején megjöttem. Nagyszerű. Itt ugye mennek ilyen orbitális csapkodások, meg minden. Ugye kiabálunk is egymásra néha azért, mert... Jalom, miért ne? És... meghaltam. Sad story. Ugye HP-m az nem nagyon volt már, tehát az egész csatát egy HP-val harcoltam végig, az elég kellemetlen volt. Ugye főleg itt a középért, amikor ment a közelharc. Viszont itt ugye a csapattársak nagyon remek munkát végeznek. És elesett az utolsó hadvezér is. Közben engem ugye felélesztettek, szóval pretty kellemes. Tehát egy nagyon jó csapatjáték volt, és tulajdonképpen egy... Hát nem is tudom, remete nyakvágással ugye kivégeztem az utolsó hadvezért is. Na már most itt vannak a statisztikák, srácok, hogyha megnézitek, tulajdonképpen egy kicsit elemezzük a csatát. Ugye például itt van ez a kolléga ugye princepsekkel. Hát nem azt mondom, hogy nem lehetett volna többet kihozni belőle, de jól tartották magukat. Ugye Ryuklennek a alabárdosai ugye nagyon jók voltak az elején arra, hogy spot alatt tartsák az ellenséget és meg tudjuk őket ölni. Hát ugye az annyiba került tulajdonképpen, hogy meg is halt. Hát itt tulajdonképpen ugye Novae, Doom, illetve Alchemides ugye nagyon jók voltak, úgyhogy innen is üdvözlöm őket, hogy nézik a videót, biztos vagyok benne, hogy nézik. Az ellenséges csapat is nagyon jól csinálta egyébként, tehát tulajdonképpen a szokásos menjünk előre, az majd lesz valami taktika, az most nem jött be. De ez igazából nem írható a rovásukra, mert nem mindig sikerül egyébként a csapattársakat így nem tudom kommunikációra hangolni, tehát hogy így mondjuk így... Hát ugye most benn vagytok hatan, és így nem sikerül mondjuk így kommunikálni, hogy mindenki megy amerre akar, meg... Hát jó, az is egy megoldás, meg van amikor bejön, de egyébként szerintem sokkal értelmesebb, hogyha megbeszéltek a csapattársakkal, hogy hova akartok menni, supportoljuk egymást, spotolt fel és én lelövöm, tehát így értitek. Ugye ez lett volna, srácok, ez a replay, remélem tetszett nektek. Ugye első Tiger Knight-os replay, úgyhogy remélem nagyon nem volt unalmas, meg minden ilyesmi, ugye mindent megtettem. Ez a kamera mozgására majd rá fog jönni, hogy lehet egy kicsit gyorsabban menni. Nyugodtan írjátok meg nekem kommentbe, legyetek nedvesek, hogy milyen volt, meg hogy ti mit gondoltok erről, hogy kell-e nektek még ilyen, hogy nagyon jó legyen nektek. Illetve, hogyha hozzám vágtok egy lájkot, azt nagyon megköszönöm, mert igazából az ingyen van, és nekem meg utána nagyon jó lesz. Ja, remélem ez tetszett nektek, srácok, és itt lesztek velem legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!